Az Aqua Ese a következő szezonban már 12 csapattal versenyez, jelentette be Szakács Roland, az egyesület elnöke, a városi uszodában tartott sajtótájékoztatón Nyíregyházán. Az utánpótlás korosztályok mellett szeptembertől 8 év után ismét lesz felnőtt csapat a Nyíregyházának. Az idei évben, a 2024-25-ös bajnoki évben most tulajdonképpen örömünkre kettő cég is beszállt a támogatóink körébe. Az egyik az az OB2-es felnőtt csapatnak a névadó szponzora, a Profitrend Kft., illetve a másik cég az a Nyírkem Kft., aki kupa nevet adtak, és az első Nyírkem kupát tulajdonképpen most hétvégén az országos gyermekcsapatok részére szervezve az ő segítségüket tudjuk megvalósítani. Erről tudni kell, hogy a tornánál most négy csapat részvétele lesz majd, ami a meccseket illeti. Az egyik az a Debrecen, illetve a Miskolc és a Gödöllői Egyetem, a Maténak a háromszoros olimpiai bajnok Kis Gergely szakmai vezetésével felálló csapata, illetve az Aqua Sport Egyesület Nyíregyháza. Ez azért fontos, mert a bajnokság első meccsei két hét múlva kezdődnek, és a kupán való részvétel komoly szintfelmérést jelent a játékosok számára, tette hozzá az elnök. Hatvani Péter, a felnőtt csapat edzője hangsúlyozta, bár a pólósok valamennyien amatőr keretek között fognak versenyezni, már a nyár folyamán megkezdődött az alapozás. A csapatunk 99%-ban nyíregyházi nevelésű, nyíregyházi születésű játékosokból áll. Egy játékos jött hozzánk Pestről, aki itt a Nyíregyházi Egyetemen tanul, és ő megkeresett minket, hogy van-e lehetőség arra, hogy csatlakozzon hozzánk. Természetesen volt, lehetőséget adtunk neki is, le is igazoltuk. Így van egy játékosunk pluszba, aki régebben az OB1B-s bajnokságban, tehát egy szinten fentebb is játszott, illetve vannak még a csapatban ugyanúgy nyíregyházi kötődésű olyan játékosok, akik OB1B-be is szerepeltek. Az OB2-be országos szinten 29 csapat nevezett. A lebonyolítás szempontjából az alapszakaszban egyes régiókon belül mérik össze tudásukat, majd a középszakaszban érkezhetnek olyan ellenfelek is, akik más régióba tartoznak.